Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnoktáj Televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Védjük meg Magyarország függetlenségét, országjáró politikai fórumot tartottak Szekszárdon. Mecénás díját adó, sok a tehetséges diák a városban. Két évtizedes jubileum megalakulásának 20. évét ünnepelte a Tolna-Mözsé Futszál Egyesület. Eredményt hirdettek az Újra Alkotó Energia videóversenyben. Védjük meg Magyarország függetlenségét címmel tartott országjáró politikai fórumot és sajtótájékoztatót Horváth István országgyűlési képviselő és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kormánybiztos Szekszárdon. Országjáró politikai fórumot tartottak Szekszárdon. Az esemény főbb témái a függetlenség kérdése és a nemzeti konzultáció voltak. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kormánybiztos szerint Magyarország szuverenitását hosszú évek óta érik támadások. A parlamentben, az országgyűlésben elkezdődött a törvénycsomag vitája, illetve tárgyalása. Olyan fontos kérdésekről kell itt a következő időszakban döntenünk, mint idehaza, mint pedig majd a nemzetközi fórumokon, amelyek indokolttá teszik, hogy most már több mint egy évtizede tapasztalt támadások Magyarország szuverenitása, de valójában minden európai ország szuverenitása ellen, azok megakadályozhatók legyenek, amelyekkel úgy tudjunk bánni, amelyek kiiktatják annak a lehetőségét, hogy pénzügyi támogatással, külső nyomásgyakorlással, az ország érdekeivel és a választók akaratával ellentétes döntéseket lehessen hozni. Az országjárást a 12. nemzeti konzultáció kapcsán rendezték. Az államtitkár szerint fontos megkérdezni a magyar embereket azokról a kérdésekről, problémákról, amik érintik őket. 11 kérdésről beszélünk, különböző területekhez tartoznak, hiszen a mindennapjainkat érintő, a rezsicsökkentést, a kamatstopot, az emberek hétköznapi életét érintő anyagi kérdések mellett visszatérő elemként megjelenik benne természetesen a migráció, megjelenik benne egy nagyon súlyos konfliktus, egy háború finanszírozásának, az ahhoz való viszonynak a kérdése, és megjelennek az Európai Unió jövőjéről vallott gondolataink is. Ezeknek mindig az a lényege, hogy talán egyetlen országként egyébként az Európai Unióban, Magyarország kormánya most már 14. éve mindig megkérdezi a magyar embereket arról, hogy ha fordulóponthoz, út elágazáshoz ér, hogy milyen irányba menjen tovább. Kovács Zoltán hozzátette, a szuverenitás törvénnyel a befolyásgyakorlás pénzügyi hátterét kívánják egyértelművé tenni. Horváth István országgyűlési képviselő szerint a fórum olyan lényeges kérdésekről szólt, amelyek az elkövetkező időszakban nagy mértékben meghatározzák Magyarország Európában betöltött szerepét és az emberek sorsát. Körbenézzünk, akkor itt Európában háború zajlik, mondhatni azt, hogy két területen is, és ez érinti a magyar embereket, a magyar költségvetést. Ugye Ukrajna erősen be akar lépni az Európai Unióba, mi azt gondoljuk, hogy erre ezek a feltételek semmiképpen se adottak, és az se helyes, ha Európai Uniós forrásokat fegyvervásárlásra fordítanak, és ezzel is gerjesztik tovább a háborút. A konzultációs kérdőíveket január 10-ig lehet visszaküldeni postai úton. Zajlik a terület és állat alapú közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó előleg kifizetés. Eddig 125 ezer gazdálkodó kapott már utalást, a kifizetések ütemesen folytatódnak, mondta el az Agrárminisztérium közleménye szerint Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett fórumon a mezőgazdasági termelés idei és jövő évi finanszírozási igényei miatt kiemelten fontosnak tartotta az október közepén megindult előlegkifizetést. Mint fogalmazott, az elmúlt két év gazdasági és piaci követelményei, az emelkedő energiaárak és input költség rendkívül nehézé teszik a mezőgazdasági termelők többségének helyzetét. A fórumon ezért adott részletes tájékoztatást a gazdák számára az elérhető és várható támogatási lehetőségekről. Feldman Zsolt szólt arról, hogy 2027-ig 2900 milliárd forint forrás jut az agráriumba és a magyar vidékre a vidékfejlesztési forrásokon keresztül, amelyből beruházási pályázatokra 1500 milliárd fordítható.
Zsúfolásig teltek Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermének széksorai azokkal a tehetséges diákokkal és felkészítő tanáraikkal, akiket a 2023. évi mecénás tehetséggondozó támogatás díjkiosztó ünnepség keretében jutalmaztak. Kiosztásra kerültek a 2023. évi mecénás tehetséggondozó támogatások egy díjkiosztó keretében Szekszárdon. A mai díjátadón a város iskoláinak a diákjait és a felkészítő tanárokat díjaztuk. Ez nagyon-nagyon fontos a város életében, és a mai díjátadón tapasztalhattuk, hogy nagyon sok szép eredményeket érnek el az év során a diákok, tanulók és természetesen a felkészítő tanárok segítségével. Ez egy minden évben megismétlődő dolog. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere hozzátette, a diákok elért helyezéseikkel tovább öregbítették a vármegye székhelyének hírnevét. Kaszás Edit pedagógus kihangsúlyozta, ez a fajta elismerés egy fontos visszajelzése a pedagógusi munkának is. Hát úgy gondolom, hogy ez is egy elismerés, és a mai világban ez már olyan kevésszer adatik meg, és jó érzés ezt megkapni. A Babits Mihály Kulturális Központban megrendezésre került eseményen 73 egyéni, 27 csapat és 56 felkészítő tanár mindösszesen 12 intézményből vehetett át jutalmat. A német nemzetiségi nyelvet tanulunk, és ez a rajzpályázat, ez egy német nemzetiségi rajzpályázat volt. Igazából a nagymamáink ételeit volt a mi kategóriánk, a mi témánk. Fontos volt, hogy megjelenítsük a rajzon azokat az ételeket, amit a svábok főzni szoktak, sütni szoktak. Fontos volt, hogy megjelenítsük a ruházatot, a berendezési tárgyakat, amelyet Emike nagyon szépen ábrázolt is a rajzán, így sikerült első helyezetnek venni. A díjátadó ünnepségen Murvai Árpád, a Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke köszöntötte a tanulásban, diákolimpiákon, illetve a művészetek terén kiváló teljesítmény nyújtó diákokat. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és nagyon sokat készültem erre a rajzversenyre. Fontos volt, hogy megjelentsem rajta a sváb népviseletet, és anyukám is nagyon sokat segített benne, támogatott, hogy menni fog, a tanáraim is, főleg Edit néni. Nagyon-nagyon élveztem a rajzolással töltött időt, sok délutánon keresztül csináltuk. A város összesen 3.385.000 forinttal díjazta a kiváló eredményt elért diákokat és felkészítőiket. Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott egésznapos ünnepi programot a Tolna Mözsé Futszál Sport Egyesület. Az eseményen megemlékeztek az elmúlt két évtized jelentős történéseiről. A kilátogatók férfi és női mérkőzéseket is megtekinthettek. Fennállásának két évtizedes jubileumát ünnepelte a Tolna Mözsi Futszál Sport Egyesület. Az alkalomra egy egésznapos programmal készültek. A nap folyamán bemutatták a fiú és a lány utánpótlás csapatokat. Az ünnepi köszöntőt követően a kilátogató nézők az U17-es és a felnőtt lánycsapatok első osztályú mérkőzéseit tekinthették meg. Az elmúlt 20 év sok sikert hozott a klub számára. A jövőben az új futszál létesítmény megépítése lesz az egyik legnagyobb feladat, mondta Simon Ferenc, az egyesület elnökhelyettese. A Magyar Kupa győzelmet kiemelném, mert ez a legnagyobb eredmény a klubunknak a elmúlt éves történetében, amit 5 éve szereztünk meg. Illetve most ez a csarnok projekt azért ez egy kirívó dolog, és erre rendkívül büszkék vagyunk, de ugyanakkor nagy a várakozás magunk felé is, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. Ez egy rendkívül nagy kihívás. A 2F Pau Kft. 3 éve partnere a klubnak. Weber Viktor ügyvezető igazgató elmondása szerint fontos támogatni a hasonló helyi kezdeményezéseket. Az egyesületi célok nyilván az elnökségnek a feladata, mi ebben semmilyen szinten nem folyunk bele, ebben nem veszünk részt. Ha a támogatás kell, akkor azt megtesszük, de az ő
irányai szerint dolgozunk, vagy dolgoznak, mi csak ebben patriótaként segítjük őket. Ami a legfontosabb az az, hogy ezzel a lehetőséggel, hogy tolnán sportnak képülhet, ez mindenféleképpen előre mutat, mert megteremti annak az alapjait, hogy generációkon átívelően lehessen egy központi bázist ennek az egésznek adni. Az egyesület fennállása óta nagy hangsúlyt fordít a lányszakágra, azon belül is az utánpótlás képzésre. Szeretném fejleszteni ezt az egészet, minél többet szeretnék tanulni, és szeretnék egyre feljebb menni. Az egyesület célja a jövőben a férfi szakág fellendítése is. Merkel Dániel már az utánpótlás korosztály csapataiban is szerepet vállalt kapusként, jelenleg a felnőtt gárdát erősíti. Eredmények, országos bajnoki cím, kétszer harmadik hely, tavaly MB2, sajnos nem sikerült annyira, de azért volt sikerélményünk is, most megvezetjük veretlenül az MB3-ot, ebből 6-ból 6 cél, visszakerülés. A nap folyamán megrendezett mérkőzéseken az U17-es lányok a testnevelési egyetem csapatát, a felnőttek az Újpest együttesét győzték le. Hivatalból indult eljárás 2022. januárjában a szekszárdi rendőrkapitányságon egy akkor 21 éves helyi férfi ellen, aki a gyanú szerint hosszabb ideje folyamatosan ellátta az ennél a környékről, de akár távolabbi településekről érkező vásárlóit is. A beszerzett bizonyítékok alapján a szekszárdi nyomozók 2022. júniusában fogták el a dílert, gyanúsítottként kihallgatták, majd kutatást tartottak a lakásán. Több kábítószergyanús anyagot, növényi törmeléket és digitális mérleget, csomagolóanyagot is lefoglaltak. A szekszárdi rendőrkapitányságon befejezték az ügy vizsgálatát, és az iratokat a napokban az ügyészségnek adták át. A meggyanúsított férfinak jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem büntette, és új pszichoaktív anyagkal visszaélés büntette miatt kell felelnie. Baleset történt Tamásiban, a Szabadság utcában. A gimnázium felüli buszmegállóból egy ismeretlen, 40 év körüli nő gyalogosan haladt át az úttesten. A túloldalon nem vette figyelembe a neki jobbról a kerékpár úton érkező kerékpárost, ezért összeütköztek. A biciklis elesett és súlyos sérülés szenvedett. A Tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon bármelyik rendőri szervnél. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2023. novemberében mindössze 226 ezer álláskereső szerepelt a nyilvántartásban. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közleményében úgy fogalmazott, a kormány megvédi a munkahelyeket és a családokat. A rendszerváltás óta ez a második legjobb adat. Tavaly novemberhez képest pedig több mint 7000-rel csökkent a munkát keresők száma, ami jól mutatja a hazai munkaerőpiac stabilitását és erejét. 2010-hez képest 1 millióval többen dolgoznak. A foglalkoztatottság emelkedésével párhuzamosan az aktivitási ráta is történelmi magasságba emelkedett Magyarországon. A munkanélküliségi ráta eközben továbbra is az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A kormány szándéka, hogy a munkanélkül lévőket mielőbb aktivizálja, amit képzésekkel, átképzésekkel és munkaerőpiaci hajlandóságot növelő intézkedésekkel próbál ösztönözni. Újra alkotó energia videóverseny eredményhirdetése zajlott. A Forgass a Földért alapítványa a szervezettel már sok év óta együttműködő kultúra tudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karával, a Pécsi Tudományegyetemnek és a Paksi Atomerőművel, ahol már több év óta működik az Újra programot, hogy a környezettudatos életmódra ösztönözzék a téma iránt érdeklődőket. A verseny fő célkitűzése az volt, hogy elősegítse a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás általánossá válását. Újra! Alkotó energia ezzel a címmel indult videóverseny a fenntarthatóságért, melynek már az eredményhirdetése zajlott. Tulajdonképpen kapcsolódunk a Paksi Atomerőmű által már 2016 óta hasonló címen megszervezésre kerülő programot, amiben tulajdonképpen, ha leegyszerűsítjük, akkor újrahasznosítás van, egy már
nem használ termék, vagy valami miatt ugye elvesztette azt a funkcióját, amire eredetileg megcsináltak, és abból kialakítani valamit, és ez vonatkozik háztartásra, otthonra. Ez a program azzal a céllal született meg 2016-ban, hogy népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését, elősegítve ezzel a légkörvédelmét. Ez az új verseny arra kíváncsi, hogy milyen ötleteik, milyen konkrét, megvalósítható javaslataik vannak, egy kicsit divatos kifejezéssel, mennyire innovatívak a fiatalok ezen a téren, látják a problémát, értékelik a tennivalókat, de mi a megoldás? És erre hogyan tudnak ők a saját formai, képi nyelvükön reagálni? Ennek a versenynek a gyújtópontjában, tehát elsősorban az ötletek voltak, és nem annyira a filmes alkotói tevékenység, de amennyire én láttam, ismerem a beérkezett alkotásokat, műveket, nyugodtan mondhatom, hogy mindkét igénynek megfeleltek. Széchy Gábor hozzátette, a mostani digitális nemzedék, amelynek tagjai mobilokon, laptopokon kommunikálnak egymással, fogékonyabb a globális problémákra, mint a régiek. Egyfelől sok-sok kiváló ötletet láthattunk, praktikus javaslatot, másfelől el kell mondjam, a fiatalok filmes kultúrája, látásmódja rendkívül fejlett. Erre lehet építeni, erre lehet telepíteni különböző a környezettudatossággal kapcsolatos programokat. A tanulság az, hogy a premiért újabb előadások fogják majd követni, megállapodtunk a Forgassa Földért Alapítvánnyal arról, hogy a karral együttműködve a jövőben is megvalósítunk ilyen filmes programokat, illetve majd gyarapítgatjuk a versenyek, pályázatok körét, de ez legyen a jövő dallama. Regionális híreink következnek. Hiánypótló eszközök érkeztek Pécsre, 6 millió forint értékű adomány a gyermekklinikának. Íris intézet, járóbeteg ellátóval is gazdagodtak. A mecseki erdők védelme, támogatása a civilek a mecsekért mozgalomtól. Új hiánypótló eszközöket kapott adományként a PTL Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája. Az onkohematológiai osztály testösszetétel elemző készülékkel és a gyermekek izomzatát fejlesztő sporteszközökkel lett gazdagabb az EUR Aquilo Gyermek Onkológiai és Gyermek Hospice Közhasznú Alapítvány támogatásával. Az eszközöket kedden ünnepélyes keretek között adták át. Az adomány több mint 6 millió forint értéket képvisel. Az itt látható eszközöket vette át ünnepélyes keretek között dr. Ottófi Gábor, az EUR Aquilo Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Gyermekgyógyászati Klinika onkohematológiai osztályvezetője. A hiánypótló eszközök egy testösszetétel analizáló mérőkészülék, valamint a kórházi kisbetegek izomzatát fejlesztő sporteszközök. A daganatos leukémiás gyerekeknek vagy a betegség vagy a kezelés miatt megváltozik a testtömegük. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a gyerekeknél a test tömeg csökken. Azt, hogy azonban a testtömeg csökkenés mértéke az egy fontos dolog, de az, hogy miből csökken a testtömeg, az még lényegesebb tud lenni. Azaz előfordulhat, hogy pont az izom rendszerből csökken, a fehérje mennyisége csökken, és ezért akár korábban kell beavatkoznunk, az előfordulhat. Ennél speciálisabb helyzet, amikor a gyermek szteroid kezelést kap, aminek hatására növekszik a testtömege. Ez azonban csak a zsírtömeg növekedése, az izomzat pedig csökken, tette hozzá az osztályvezető főorvos. Ez az eszköz lehetőséget nyújt arra, hogy a testösszetétel mérését követően a dietetikus segítségével speciális diétákat tudjunk adni a gyermekeknek, amelyeket aztán vagy szájon keresztül kapnak, akár tápszerek formájában, akár egy gyomorszondán keresztül speciális tápszerekkel, vagy ha másképp nem megy, akkor intravénás módon lehet aztán pótolni a táplálást. A másik két eszköz sporteszköz, amelyeknek több szempontból is van jelentősége. A gyerekeknél a kezelés során kialakulhat csontritkulás. Ennek megelőzésére kell a mozgás, de mivel ágyban vannak, vagy kiülnek egy székre a kisbetegek, ezért a mozgás elég nehézkes dolog számukra, hangsúlyozta dr. Ottófi Gábor. Ehhez képest, hogyha van egy eszköz, amivel tudnak mozogni, akkor ezt nyilván ellencsapás lehet a csontritkulás ellen tenni. Másrészt nyilván az izomzatukat lehet tartani, vagy akár növelni.
Harmadrészt, hogyha valakinek már most kialakul esetleg egy rendszeres testmozgásra való igénye, akkor az talán hosszú távon is működhet, és ennek nagy jelentősége van, hiszen a gyermekonkológiai betegek ugyan nagyon nagy számban, nagyon nagy arányban élnek túl, de utána számos mellékhatás, késői mellékhatás tud jelentkezni, és ennek az egyik kivédése, ennek a lehetősége megint csak a rendszeres sport. Az osztályon történő mozgás a gyerekek lelkiállapotát is képes javítani, ezért ezek az eszközök kiváló szolgálatot tesznek az onkohematológiai osztály kisbetegeinek. Az adományok az Eurakiló Gyermekonkológiai és Gyermekhospisz Közhasznú Alapítvány közreműködésével érkeztek. Az eszközöket kedden ünnepélyes keretek között átadták. Az adomány több mint 6 millió forint értéket képvisel. Újabb épülettel bővült a Balatonföldvári Iris Intézet. Az ápolási otthon új egységében 150 krónikus betegről tudnak gondoskodni, de itt kapott helyet a központi konyha és a mosoda is. Emellett egy járóbeteg ellátót is kialakítottak, ahol nem csak a bentlakókat fogadják, hanem a déli parti pácienseket is. Kellően széles a húszat. Ki tudjuk ezt használni, kvázi, mint tornatermet az olyan betegek részére, akinek nem speciális rúgatónak. Az új épületet mutatja körbe dr. Kelemen Zoltán ügyvezető. Az Iris Intézet harmadik egységében 150 krónikus betegről tudnak gondoskodni. A többi részleggel együtt így közel 350 fő befogadására alkalmas az ápolási otthon. Az idejövő betegek részben a kórházakból közvetlenül érkeznek, előzetes kapcsolatfelvételt követően, és időnként otthonról is, amikor a beteg állapot olyan mértékben romlik, hogy az otthoni ellátás feltételé már nem adottak. Mint az épület szombati átadó ünnepségén elhangzott, fontos az időseinkről való gondoskodás. Erről Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke beszélt. Mindaz, ami itt zajlik és példamutatóan történik és történni fog, az mégis kevés. Kevés akkor, hogyha nem járulunk hozzá a társadalom is szemlélet formálásához, azzal, hogy az idősödést abban a méltóságban helyezzük el, arra a társadalmi szintre, ami jár neki a megbecsülés, hiszen abból vagyunk, amik az előttünk járók voltak. Az élet nem velünk kezdődik, hála Istennek nem is velünk fog végződni, és az ilyen intézetek, intézmények hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük azt, hogy ezzel mindannyiunknak dolgunk van. Az Iris Intézet új épületében nem csak a betegek ápolása történik, itt kapott helyet a központi konyha és a mosoda, valamint egy új járóbetegellátó is. Ez egy szintemelkedés, hiszen eddig ezeket a szolgáltatásokat kívülről voltunk kénytelenek biztosítani. A mosodai szolgáltatás nem állt rendelkezésre, és ez egy jelentős feladat, amit meg kellett oldanunk. Ugyanez vonatkozik a megfelelő szakellátásra, illetve diagnosztikára, hogy a betegbiztonságot az intézményen belül biztosítani tudjuk. Itt a többi között kardiológiai szakrendelés, ultrahang, gastroenterológus, belgyógyász és ideggyógyász szakorvos is elérhető. A mecseki erdők védelmében tett javaslatot Csizmadia Péter, a Fidesz-Pécsi frakció vezetője hétfőn, miszerint az erdő egyes részeit nemzeti parkká kellene nyilvánítani. Ezt a bejelentést véleményezte Vice Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője a pécsi sajtóképviselőinek kedden. Az országban már több helyen van példa arra, hogy területeket összevonnak a nemzeti parkokkal. Pécsen a mecseknek bizonyos részeit, mint például a Vágott pusztát, a Babás szerkövek területét és még néhány jelentős területet érdemes lenne a Dunadráva Nemzeti Parkhoz kapcsolni. Így számos nevezetesség szakszerű gondozás alá tartozhatna, hangzott el a hétfői bejelentés Csizmadia Pétertől, a Fidesz pécsi frakciójának vezetőjétől. Az erdők védelmét támogatja Vice Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője is. Örülünk minden törekvésnek, ami az erdők megmentésére irányul. Leginkább üdvözölnénk egy olyan változást, hogy a védett területek a nemzeti parkok vagyongazdálkodásába kerülnének országosan, lehet ezt csak megcsinálni, és akkor nem az erdészeti ZRT-knek az erdőgazdálkodásra irányuló profitorientált tevékenysége lenne a döntő. Ezek részvénytársaságként profitot kell, hogy termeljenek. Viszont ha a vagyonkezelők a nemzeti parkok lennének, akkor sokkal jobban érvényesülnének az ökológiai szempontok, hangsúlyozta Vice Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője. Ezen kívül örülnénk annak, hogyha az EU biomassa programra helyett
nem ez érvényesülne Magyarországon, mert az erdők nem tekinthetők biomasszának, hiszen nem olyan megújuló erőforrás, ami gyorsan, rövid időn belül megújul, hanem egy talra vágott erdő megújulása 120-150 év is lehet akár. Minden kezdeményezés kiváló, ami az erdők megmentésére irányul, tette hozzá Vice Csilla. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Védjük meg Magyarország függetlenségét, országjáró politikai fórumot tartottak Szekszárdon. Mecénás díját adó, sok a tehetséges diák a városban. Két évtizedes jubileum megalakulásának 20. évét ünnepelte a Tolna-Mözsi Futszál Egyesület. Eredményt hirdettek az Újra Alkotó Energia videóversenyben. Csütörtökön meleg front érkezik, országszerte borongós idő lesz, és egyre több felé kezdődik csapadékhullás. A vegyes halmazállapotú területeken, ahol még fagyott lesz a talaj, helyenként ónos eső is előfordulhat. Délkeleten élénk, erős szél fúj, éjjel marad a borús idő, és további csapadék érkezik. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!